Mint ahogyan korábban arról már beszámoltunk híradónkban, Európa legnagyobb heliotermikus tava június 21-én pénteken délelőtt 10 órakor nyitotta meg kapuit. Már első nap nagyon sokan érkeztek fürdőzni, hiszen most a meleg időjárás is kedvezett a nyitásnak ellenben más évekkel. A kinti hőmérséklet napközben szobáltán elérte a 32 fokot, a víz a heliotermikus jelenségnek köszönhetően pedig felettébb kellemes volt. A ma reggeli mérések alapján a parthoz közeli részeken 27,5 fokos felszíni hőmérsékletet mértünk, 1 méteren 39 fokot és 2 méteren 41 Celsius fokot. Azonban a tó közepe fele haladva a felszínen már 29,5 fokot mértünk, illetve 2,5 méteren 45,1 Celsius fokot. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, mert 2010 óta, azaz 14 éve ilyen magas hőmérsékletet nem sikerült mérni. 2010-ben ugyanezt a hőmérsékletet 1 méter mélységben mértük, az, hogy most ez 2,5 méteren van, mindenképpen jót jelent, ugyanis a szezon hátra levő részére egy jelentős hőmérséklet tartalékot jelent. Idén úgy néz ki, hogy egy szerencsésebb szezont indítunk, mivel hogy az idő az jó, a tó hőmérséklete is azt mondom, hogy megfelelő a szezon indításra. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest mindenképpen többen fognak meglátogatni minket, de azt tudjuk, hogy amíg az iskolák, illetve a vizsgák nem járnak le a diákoknak, addig igazából nem beszélhetünk csúcsszezonról. A strandolók közül nagyon sokan visszatérő vendégek is vannak, akik évek óta a heliotermikus tavat választják fürdőzésük helyszínéül. A 80-as évektől rendszeresen évente egyszer ellátogatunk Szovátára. Valamikor a 80-as évek elején körorvosnő voltam Szásznádason, és Szovátát akkor nagyon megkedveltük. A gyerekek itt tanultak meg úszni, és a környezet is nagyon barátságos és kedvünkre való volt. Aztán az évek úgy hozták, hogy meg a helyzet, hogy elköltöztünk, de a nosztalgiázás minden évben megtörténik azáltal, hogy eljövünk egy hétre, 10 napra, és itt eltöltünk egy kis időt ezen a vidéken. Milyennek tetszett találni a vízhőmérsékletét? Nagyon kellemes. Első alkalom, annak ellenére tehát, hogy többször jártunk itt, ez az első alkalom, amikor az első napon itt vagyunk, és tapasztaltuk azt a hőkülönbséget, ami a víz felszínén és ami mélyben található. Tudtuk, hogy van különbség vagy a két hőmérséklet között, viszont most így fizikailag, személyesen tapasztaltuk, hogy a lábunknál olyan forró volt, hogy alig tudta az ember elviselni, a vízszíne pedig eléggé hűvös volt, kellemes egyébként így is. Az idén az első, de hát ez a nyitási dátum is. A víz az kellemes, meleg a felszínen, 30 fokos úgy tudom most. Honnan tetszett érkezni? Nagybányáról. Miért döntött úgy, hogy pont a nyitónapon jön el? Végül is már itt vagyunk egy 5 napja, előtte a Mogyorósi tónál fürödtünk, és tudtunk róla, hogy 21-én ki fog nyitni a Medvetó is. A hétvégén az időjárás is kedvezett a strandolni, pihenni, gyógyulni vágyóknak. Mint megtudtuk, az első 3 nap alatt több mint 5200-an léptek be a Medvetó strandjára. A nyitvatartási órarend az idei évben sem változott. 10 és 18 óra között van nyitva a tó minden nap. 13 és 15 óra között pihentetik a tavat, ami azt jelenti, hogy nem lehet a vízben tartózkodni. A belépőjegyek 50, illetve 40 lejbe kerülnek, a szovátai lakosoknak szánt bérletára nem változott, idén is 300 lejbe kerül.